szólj az Isten anyjáról. Örülj vígadj tisztaságban! Koszorúkkal a kezükben hallgatták meg Fábián Éva népdalénekest a bukovinai székely települések képviselői a kismanyoki székelyporta udvarán. A mostani ünnepségen részt vett a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János is, aki beszédében kiemelte, a bukovinai székelyek hagyománya talán most erősebb, mint valaha. Arra emlékezünk, hogy 30 éve áll ez a templom, és 30 éve jött létre egyébként ezzel nagyjából párhuzamosan a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, akkor még Székely Szövetség névvel, és éppen egy éve adtuk át a székelyportát, ezt a gyönyörű épületet, illetve a kialakított udvart, ami lehetőséget teremt arra nekünk, hogy évről évre itt össze tudjunk gyűlni. Simon László, a település polgármestere azt emelte ki, Kismányokon a székely és fáb származású emberek remekül együtt tudnak működni a település többi lakosával. Én azt gondolom, hogy Kismányok életében az egyik meghatározó népcsoport a bukovinai székelyek, hogy a betelepítésektől kezdve ugye a faluért dolgoznak, és én azt gondolom, hogy ez a 30 éves évforduló is most azt bizonyítja, hiszen ha itt körbenézek, ugye itt magyarok, székelyek és vábok, mindenki együtt ünnepel. Egy szentmisében ünnepelték meg a magyarok nagyasszonya templom építésének 30 éves évfordulóját, valamint megkoszorúzták az öt volt bukovinai falu elhuntjainak keresztjét az egybegyűltek.